Van olyan főzési alapanyag, aminek vételára az elmúlt fél évben a duplájára nőtt, vagyis 100%-os áremelkedés jellemezte. Ez és a június végéig fennálló vírusveszélyhelyzet miatt hozott intézkedések jelentősen megnehezítették a bátaszéki konyha működését. Amikor 2022-es költségvetést összeállítottuk, akkor azon adatok figyelembevételével tettük, ami a konyha esetében novemberben, 21 novemberében lezajlott beszerzési eljárás szerinti várató beszerzési költségek, illetve a konyha működéséhez érkező különböző bevételi források. Sajnos már lehetett látni január végén, februárban, hogy a beszállítók nem tudják azon az áron biztosítani a konyha működéséhez szükséges árukat, hiszen infláció következtében jelentős 30-50, sőt esetenként 100%-os kiadás növekedéstről adtak tájékoztatást. Tekintettel arra, hogy a tavasz folyamán ráadásul még árstopp is volt, ami azt jelentette, hogy az önkormányzatnak nem volt lehetősége a térítési díjaknak a beszerzési árakhoz való igazításra. Így május hónapig a városi konyha működésében mintegy 9 millió forintos veszteség keletkezett, amit az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani a működési kiadások és a tényleges bevételek különbözeteként. Július 1-én nyílt először lehetőség arra, hogy az önkormányzatok a megemelkedett beszerzési árakhoz igazítsák a szolgáltatás árait. Ezzel élte Bátaszék város önkormányzata is, és 2022. augusztus 1-től új térítési díjak kerülnek bevezetésre. Sajnos ez 50, sőt van olyan térítési díj, ahol 70%-os növekedést fog eredményezni. Csak tájékoztatásként néhány dolog. Egy óvodás eddig 460 forintot fizetett a 10 óraiért, ebédért és uzsonnáért. Itt 51%-kal fog nőni sajnos a térítési díjnak a mértéke, ami azt fogja jelenteni, hogy 697 forintért, azaz pluszban 237 forinttal növekszik neki a térítési díja. Általános iskolások esetében ugyanúgy egy napközis esetében 579 forintot fizettek a szülők a gyermekek után, ez most 909 forintba fog kerülni. Itt 57%-os emelkedés, azaz plusz 330 forintnyi költségnövekedést eredményezett a beszerzési árakból adódó költségkiadás. És egy menzás általános iskolás 348 forintot fizetett, itt 56%-os emeléssel ez 546 forintba fog kerülni augusztus 1-től. És a legdrasztikusabb emelés az a felnőtt ebédnél történik. Ott augusztus 1-je előtt 788 forintért tudtuk adni az ebédet, augusztus 1-től ez 1435 forintba fog kerülni, itt 82%-os emelkedés következett be. Nem volt az önkormányzatnak más lehetősége, hiszen rajta kívülállókokból történtek itt elsősorban az élelmiszerbeszerzésben a változások, és hát azt látjuk, hogy nagy valószínűség ezek a térítési díjak az év második felében még így sem lesznek tarthatók, hiszen azért július 1-től jelentős energia emelkedés is bekövetkezett, ugye ez nem tartalmaz ezek a díjak, tehát a vendégétkezésnek a költsége valószínűleg ott még drasztikusabban nőni fog még az év hátralevő részében. Azonban azt is látják, hogy ez az emelés több családban is problémát okozhat. Annak érdekében, hogy a gyermekek ne maradjanak étkezés nélkül, úgy döntött a képviselőtest, hogy egy általános iskolában az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek számára egy 25%-os kedvezményt biztosítunk augusztus 1-től. Erre vonatkozóan készült a kérelemnyomtatvány, ez már az önkormányzat honlapján is megtalálható. Az óvoda élelmezés vezetőjénél is megtalálható. Javaslom a szülőknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Mindazon családok esetében, ahol az egyfőre jutó jövedelem nem fogja meghaladni a 100 000 forintot, ott lehetőség lesz 25%-os kedvezmény igénybevételére augusztus 1-től. A második rész a gimnáziumban azok a tanulók, akik általános iskolai évfolyamon végzik a tanulmányaikat, ők is igénybe tudják majd venni ezt a kedvezményt, és ugye ez a kedvezmény ez csak a bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkező családok számára lesz igénybe vehető. Ezzel egy menzás gyermek, illetve a családja havi 2000 forintot spórolhat majd.
Több olyan gyermek van a városban, aki szociális rászorultsága okán 50%-os kedvezménnyel vagy térítésmentesen veheti igénybe a konyha szolgáltatásait, de a most kiírt pályázat további 100-120 gyermek étkezési költségeit csökkentheti majd. Az erre vonatkozó kérelem nyomtatvány már letölthető a hivatal honlapjáról.